Szevasztok! Rikári Vlog, Bence azt mondta, hogy csináljak főzős videót, most csinálok sütőst. Egyébként nem olyan egyszerű, mert a nagy állványra kellett föltenni a gimbalt, és úgy tudom felvenni telefonnal, ennyi erővel már felvehetném Nikonnal is, úgyhogy lehet, hogy a levesfőzés, most odarakom a sütni való húst, és lehet, hogy a levesfőzést is fölveszem, de azt már Nikonnal. Na hát akkor vágjunk bele. Ugye azzal kezdjük, hogy a tepsit, vagy tepsit, kinek hogy tetszik, kikenjük zsírral. Hát most ilyen kiló zsírt vettem, nagyon fölmentek az árak, gyerekek. 7000-et fizettem a hentesnél, és abból 2000 volt a zsír. Most ez hogy van? Ez a füle neki. Aha. Hol lehet ezt kinyitni? Rikári szerencsétlenkedik című részt, látjátok? Már tiszta zsír a kezem. Összekarmoltam magam, mire, jaj, ez viszont nem menjen le a lefolyóba, úgyhogy ott a szemetes. Nem tesz jót a műanyag a lefolyónak. Ugye tiszta zsír lett a kezem már ezzel, hogy ezt itt kibontottam, mert ugye sajnos a külseje is zsíros kicsit. Na, hát azzal kezdjük, hogy icipicit kikenjük a tepsi zsírral. Nem kell nagyon, csak hogy mégse égjen le a husi. Húha, ez ilyen sok zsír fölvesz. Lehet, hogy bele kéne, meg már mondjuk, ha ráolvasztom, akkor meg domború, és akkor meg lefolyik. Úgyhogy lehet, hogy így a jobb. Akkor kell még egy kis darab. Mérni. Jaj, most olyan lett megint a kezem. Az a baj, hogy ezt nehéz úgy kenni, hogy az arra menjen, amerre én akarom. Legyen jó zsíros a tepsi, hogy a hús ne égjen, oda legyen alatta valami kis cucc. Így, rendhagyó módon fogjuk a sült húst csinálni, 12 szelet tarját vettem, lehet, hogy túloztam egy kicsit, remélem bele fog férni a tepsibe, de azt szeretném, ha egész hétre lenne kajám, már pedig a sült húst azt bírom egy hétig is enni, úgyhogy ilyen elképzelések vannak. És hát akkor, ha itt ezzel megvagyunk, hogy a tepsit kikentük zsírral, akkor szépen elkezdjük a hús szeleteket. Hát én nem szarozok vele sokat, én így itt besózom, így két oldalról, és már teszem is bele a tepsibe. Majd egy kis borsot se árt neki adni amúgy. Na most az a finom só elfogyott, úgyhogy most csak ilyen azzal a durvával tudom zajlani. Inkább ezt e fölött csinálom, mert hát, hogy sok lesz a 12 szelet, majd ilyen szűkebbre pakoljuk. Na, nem szórakozunk vele sokat, hanem csináljuk. Így egyenként szépen a kis szeletkéket besózogatjuk. Sós hús süc, kis szűcs, sós hús süc, Rikári, szép nagy szeletek. Én jó, ezért szeretem sütni. Jó megsütni, jó átsütni, kicsit ropogósabbra. Aztán meglátjuk, hogy milyenre sikerül, mert főleg ugye a tarja azért ilyen kövérkés, meg ilyenek. Aztán azt akkor szeretem, hogyha jól átsült. Azt kér még egy kicsit. Jól be kell sózni. Most finom legyen. Jó nagy szeletek ezek, lehet, hogy sok lesz a 12 szelet, akkor lehet, hogy teszünk egy kis húsit a levesbe is. Mondjuk a csontját terveztem a levesbe tenni. De így akkor lehet, hogy a húsiból is jut, vagy hát nem tudom, vagy sütök még egy adagot, vagy nem tudom, mit csinálok. Majd azt még jól meglátjuk. 2, 4, 6 szelet van eddig benne, és 2/3 van a tepsi, úgyhogy ezt lehet, hogy elszámoltam. Így. Hm.
Azt lehet, hogy egy kicsit elszámoltam, de majd így összébb nyomjuk. Mondjuk itt nehéz lesz kiszedni a szeleteket. De majd meglátjuk. Hát, ha van köztük kisebb szelet is, és akkor azokat így jól el tudom majd helyezni. Na, mit sütsz, Rikári? Sós hús sütsz, Rikári? Sós hús süt a Rikári, és egy kicsit ilyen megbolondított sós hús sütök ám, meg hogy majd mindjárt mutatom, hogy milyen kreativitásokat találtam itt ki, hát nem biztos, hogy be fog válni, de majd meglátjuk. Na, hány szelet van még itt? Azt mondja, hú, ez mekkora. Ja, hát ez kettő. Aha, és akkor itt van a két csont. Jó nagy leves is lesz belőle. Ez még akkor három szelet összesen. Mindegy, valahogy belezsúfoljuk. Lehet, hogy mondjátok, hogy hülye vagyok, és nem érdemes ilyen így összezsúfolni, de legközelebb akkor csak 10 szeletet fogok venni. Valamiért az van az ember fejében, hogy ez a tepsi ez ilyen jó nagy, de azért ennyire nem nagy. Jó, éppen bele fog férni. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na, úgyhogy a másik, hogy sok előkészületet igényel, mert ugye itt nem tudom hova tenni. Először a kisállványra próbáltam rátenni a gimbalt, és akkor ide tenni a pultra, de itt olyan kicsi a látószög, hogy nem látszik belőle semmi, hogy mit csinálok. Úgyhogy kénytelen voltam ezt átgondolni, és akkor a nagy állványjal, úgyhogy a következő főzős műsort, az biztos néhány nézőm kifejezetten kultiválni fogja, amikor majd a Nikonnal csinálok, ugye annak mondtátok ti is, hogy sokkal szebb a képe. Na hát ilyen zsúfolva belefért, de tömve lett a tepsi, vagy más néven tepsi. Kíváncsi leszek, milyen lesz most a fényelés, mert azért annyira nem fixálta le a fókuszt. Most egyébként plusz egy fényértéket ráadtam, mert csináltam itt pár próbafelvételt, és olyanok lettek a felvételek, mint a hősök terés videó, aminek majd lesz a fő része, de ugye most csak a beharangozó második részét láttátok eddig, és ott ilyen nagyon fura, mintha indián lennék, olyan az arcom, mert hogy túl szaturálta valamiért ez az automatika. Tehát annyira videózásra annyira nem jön be nekem ez a program, mondjuk az Andris, aki ajánlotta, ő kifejezetten fotózáshoz ajánlotta. És akkor most jön a bolondítás. Hát ugye megszokott, hogy fokhagymával meg szokták tűzdelni, hát most a tűzdelést azt én csak így rárakosgatom, mert az ugye jó ízt ad neki, különböző minden szelethez jusson egy kicsi darab. Ugye ez egy jellemző a sült húsnál, hogy egy kis fokhagymát mutatunk neki, mert jó ízt ad a sült húsnak a fokos hagyma. Na, hát hol van, volt itt még, nem volt itt még. Hát ez az egyik, ami jó ízt ad neki, és hát akkor szoktak bele, legalábbis én szoktam bele kis hagymát is, az is finom megsülve, és jó ízt ad, hogyha átjárja a kis hagyma íz a izének, a húsikának. Én sütök vele egy kis krumplit is, ami lehet, hogy merész dolog, mert hogy szeretem az ilyen hajába sült krumplit, hát most ilyen feleket vágtam, mert ez ugye egy alacsony tepsi, és szeretem az ilyen hajába sült krumplikat, és annyi, hát nem hiszem, hogy az ízt adna neki, és most ez egy kísérletezés, hogy rakok rá egy kis gombát is, kíváncsi vagyok, hogy ezzel mi fog történni. Hát baj, biztos, hogy nem lehet belőle. A fűszerezésre annyit, hogy ja igen, fűszerezés, ezt is megpróbáltam kreatívan csinálni, egyszerűen rádobom a zöld fűszert, egy kis petrezselymet, így megsütöm vele, ez is ma jutott eszembe, már meg van mosva, úgy teszem rá, és akkor egy kis zellert, hát ha egy kis finom ízt ad neki. És akkor most megint bebaszott a
gimbal, úgyhogy megpróbáljuk helyreállítani a történetet. A felvétel közben megy, úgyhogy ez megint ilyen trash történet lesz. És a telefon akúja is kezdi kicsit megadni magát, úgyhogy most tényleg már csak annyit teszünk, hogy lefóliázzuk és betesszük a sütőbe a sütnivalót, mivel hogy voltunk a hentesnél, ezért van sütnivalónk. Nézni. Ha alufóliával hogy állok, mert mintha ez folyóban lenne ez a tekercs. Remélem, hogy van másik. Bár mondjuk mára éppen elég. Hüpp, barba, hüpp. Nézni. Mára éppen hogy centire lett elég. Úgyhogy ezt most berakjuk sütögetni, és hát igen, vásárolni kell alumínium fóliát sütéshez. Na, begyújtom a sütőt, a gimbalt meg fel fogom most tölteni. Ja, és ott nyissam is ki. Így, né? És én nem várok, én már teszem is be, ide kávé középre, hogy jól sűrjön, de ezt nem így kell betenni, hanem így. Úgyhogy akkor a fóliázást is megfordítjuk rajta, mert akkor a kibe mozgatásnál le fog jönni. Úgyhogy így, né? Hát így viszont más a, hogy hívják, mert nem négyzetes, hanem téglalap alakú. Hát ez egy kicsit béna lett, de nézzétek el nekem. Ettől még szerintem finom lesz a sült husi. Köszönöm, hogy ezt a videót megnézitek, és hát ugye ahhoz, hogy a készről is tudjak csinálni snittet, ahhoz most meg kéne állítani, és akkor egy óra múlva, vagy fél óra múlva, vagy nem tudom mikor sül meg folytatni. Ezt most nem fogom megtenni. Higgyétek el nekem, hogy finom, majd lehet, hogy egy shortot, vagy egy kurta vlogot kaptok husi evés közben. Sziasztok! Csüssz!